Szép jó napot kívánok mindenkinek! Milyen szerencsések azok, akik az utolsó pillanatokat is kihasználhatják a Balatonban. Körülnézünk, mit lehet itt ilyenkor csinálni. A Kelet-Balatont járjuk körül, Zamárditól Fűzfőig, mert ilyenkor is számtalan titkot találhatunk. Hogy menekülne! Itt a leges-leges legfontosabb tényező az, hogy ezek a lovak mind barátságosak és különösen megbízhatóak legyenek, tehát egészen pici gyerekektől kezdve bárkit fel lehessen rájuk. Kameraérzékeny, nagyon és szeretném. Kameraérzékenyek is, igen. Kicsi gyerekek felmernek ülni? Kicsi gyerekek is felmernek ülni igazából. Pontosan ez az érdekessége, hogy nagyon gyakran a nagy lovak megbízhatóbbak, mint a pónik, bár póniból is eléggé érzékeny és jó kommunikációs képességű lovak találhatóak, tehát egészen picike gyerekeket is fel tudunk rakni. Igazából 8 éves kor az, amikor el lehet kezdeni érdembeli oktatásban részesíteni a gyerekeket, de ha mondjuk ide jön egy család, elkezdhetik egészen az állatsimogatótól szoktatni a legkisebbeket magához, a lóhoz, a szamárhoz, kecskéhez, birkához, tehát a ló közelségéhez, az állatok közelségéhez. Aztán később esetleg lehet kezdeni egy kis pónin vezetgetéssel, vagy 8 éves kor körül, vagy akár előtte is futószeres oktatással. Ha kiviszel mondjuk egy családot, vagy gyerekeket tereplovaglásra, akkor mi a legfontosabb, amire figyelni kell? Azt kell tudatosítani az emberekben, hogy a ló az nem egy tárgy, nem egy motor, nem egy autó, elfordítom a kulcsot és megáll. Ők megijedhetnek, érző lények, vannak saját gondolataik, nem mindig ugyanazt gondolják és ugyanazt az utat választják, amit jelen esetben egy kezdő lovas próbál diktálni. Tehát csak és kizárólag olyan embert viszünk terepre, akik mindhárom jármódban ülnek a lovon. Láttam gyöngytyúkot is. A gyöngytyúknak külön funkciója is van egy lovas építmény környékén. Miután nagyon sok állatunk van, kutyák, macskák és minden más is, ezért vegyi anyagot nem használhatunk a rágcsáló írtásra. És a gyöngytyúknak van egy ilyen nagyon jó funkciója is, hogy a hangját nem szeretik a rágcsálók. És ezért minél több gyöngytyúkot tartunk, annál valószínűbb, hogy rágcsálómentes lesz a tél. Itt aztán mindenre gondoltak, még az abszolút kezdők is gyakorolhatnak. Gitteráró, én meg most átlovagolok a fürdőbe. Egész évben Balaton, teljesen igaz a mondás, és talán az őszi Balaton még sokkal izgalmasabb, mint a nyári. Ha eljönnek ide a keleti csücsökbe, járják be végig Zamárditól Fűzfőig, és ha csak egyszerűen leülnek a partra és bámulják a vizet, majd meglátják, hogy a fáradt idegrendszernek milyen nyugtató érzés. Köszönjük figyelmüket, a viszontlátásra!